Szép jó estét kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket. Ma estére is van egy meglepetés vendégem. Hosszan gondolkodtam arról, hogy hogyan is szólítsam meg, hisz már kora fiatal koromban is láttam őt az operába, az operetbe, láttam őt filmet rendezni, a világon mindent csinálni, de megpróbálom. Szép jó estét kívánok, üdvözlöm Szinetár Miklóst. Jó estét. Itt a Heti TV stúdiójában. Hogy szereti, ha szólítják? Hát általában most egy év, elég régen már általában tanár úrnak szólítanak a legtöbb helyen. Hát amit szívesen veszek, mert elég sok helyen tanítottam, de hát a színművészeti főiskolán, egyetemon ott 51 évet megszakítás nélkül, ami én vagyok a rekorder, és hát nagyon büszke vagyok, mert egyik tanítványom most kapott életműdíjat, András Ferenc a film, a másik tanítványom Király Levente a nemzetszínésze, a harmadik tanítványom Balázs Rovics Lajos most lett szintén a nemzetszínésze, Tóth Ildikó Prima Primissima díjas, és volt egy olyan év, amikor Magyarországon 7 színházban volt igazgató az én növendékem. Akkor tulajdonképpen önt valami Fő Istvánnak kéne, hogy nevezzem, valami királycsinálónak. Igen. Na, valamit biztos meg tudtam tanítani a növendék. Ez, hogy injekciós tűvel adta be nekik? Azt hiszem, egy világlátást tanítottam meg nekik főleg, és hát ebben talán sikerült. Akkor most megállítom. Elmondom, ha bár azt ön úgy is tudja, hogy ez egy közel-keleti stílusú televízió, ha nekem eszembe jut valami, tök mindegy, hogy miről beszéltél, megállítom, és arra helyes vagyok kíváncsi. Hol kezdte? Mikor született? Meg nálunk mindenkit először levetkőztetünk, aztán útközben találunk valami érdekeset, ja, és utána fölpörög az egész. Kérem szépen, Budapesten születtem, hát ugye most már ez elég közel, 1932-ben, több mint 90 éve. És hát olyan... egész jól tartja magát. Tessék? Egész jól tartja magát. Hát, hogy erre szoktam azt mondani, hogyha olyan jól érezném magam, mint ahogy kinézek, akkor nagyon meg lennék elégedve. Különleges körülmények között a szüleim, apám, anyám akkor már elváltak egymástól. Nagyon fiatalon házasodtak össze. És akkor engem, tulajdonképpen, ahogy szoktam mondani, a három nővér nevelt fel. Anyám és a két lánytestvére, hát apámmal is volt kapcsolatom, persze, de nevelni a három nővér nevelt. Ők kik voltak? Hát édesanyám nagyszerű asszony volt. Maga volt a becsületesség, mindent megtett értem, és hát nagyon egy különleges sors. Ő nem tudott rendesen, helyesen írni, olvasni. Az iskolában elemében nagyon keveset járt, de a bátyját azt meg tudta szöktetni a frontról, aki katona volt. De hát engem minden áron tűzön vizen át fölnevelt. Néha rémes körülmények. Hát azért azt soha nem felejtem el, hogy abból éltünk egy időben, 48 körül, hogy anyám és az egyik nagyszerű kis nagynéném a Rákóczi úti csarnokba árultak. Tejfölt és minden ilyen ehhez hasonlott, ebből éltünk. Méghozzá úgy, hogy akkor nem volt, hát nem tudom, ma sincs, a csarnokokban nem volt fűtés, viszont akkor borzasztó telek voltak. És idáig be voltak csomagolva, és úgy árulták a tejfölt meg, amit hajnalban a kispesti piacon vásároltak meg, és hoztak be. Tehát magyarul napjainkban úgy mondanák, hogy viszont eladók voltak. Igen, de ahhoz, hogy ön megszülessen, ahhoz szükség volt egy férfire is, mert az alaptörvényben ugye azt olvashatjuk, hogy van egy férfi és egy nő, ennélkül ez nem megy. Hol találkozott a két ember? Hol találkozott, igen, kedves édesanyja és édesapja? Kérem szépen, amennyit én tudok, ez egy ilyen romantikus történet, hogy édesanyámnak a szülei korán meghaltak. És ez nagyon érdekes szülők voltak, mert a nagyanyám,
az kiment Amerikába szerencsét próbálni, hajón aludt minden, de az nem sikerült, és visszajött. És nem meghalt 40 volt. Éves korában, mert ortodox zsidó volt, és rákja volt, és nem engedte magát megoperáltatni, mert azt, hogy azt a vallást tiltja. A nagyapám az viszont szintén zsidó ember volt, de egy ilyen nagy bajuszú van róla, hogy igazi magyar ember, a kelenföldi állomás főnök. És aztán, amikor a nagymama meghalt, akkor elvett valakit, akit én egyiket se ismertem. De kép van róla. Kép van, de a nagyapámról. Gondoskodni van, róla, hogy elkerüljön a zsidó múzeumba. Nagyapámnak van egy ilyen hatalmas bajusza. Hát olyan igazi most, hát ha ezt bemutatnám, akkor ma ezzel már pályázhatnék valamire, hogy egy igazi, nagy, vastag magyar ember. De hát, na most, ők korán meghaltak, és hát ez a három lány árván maradva igen szegény volt, és a másik nagyapám, aki Nyíregyházán ilyen mozgó mozi vetítőseket csinált, és abból szerzett valamelyes pénzt, az Budapesten vásárolt egy házat, a Dobutca 110-et, az ma is megvan. Kívülről gyönyörű épület, egyemeletes épület, egy klasszikus, hogy mindig sírok azért a kerületre, hogy csináljanak vele valamit. Hát mentsék meg. Tehát mentsék meg, hát gyönyörű, csak hát tele van lakóval. Na és ott oda költözött valamiért valahogyan anyám a két testvérével, pincébe, a pince lakásba, mert ott olyan is van, ott laktak lent, és apám volt a házi úr fia, akik az első emeleten laktak. Hát egy emeletes a ház. Na most hát nagyon fiatalok volt. Szóval anyám idősebb volt apámnál 5 évvel, ő egy ilyen érett, ízért. Egymásba szerettek, és lett ebből egy ilyen nagy szerelem, a házasság. De hát, ön az egyetlen lenni, közös gyermek. Ön az egyetlen közös gyermek. Én, igen, igen. De hát ahogy ez lenni szokott, attól, hogy a fiatalok szeretik egymást, attól még egyáltalán nem biztos, hogy együtt tudnak élni meg. Úgyhogy elváltak egymástól, és én az anyámra maradtam. Ő és a két testvére nevelt engem, tanított, plusz az egyik testvérének, a Veruskának a férje, akit beoltott engem az operával. Mert ő maga operaénekes, szeretett volna mindig lenni, és gyönyörű hangja volt, csak az volt a baj, hogy volt egy betegsége, hogy zavarta a közönség, van ilyen szó, szorongott, fóbiája volt. Úgyhogy egyszer adott egy koncertet a Zeneakadémián, gyönyörűen énekelt, de háttalált a közönségnek. Ez egyszerűen fog. Na, ez minden nap föltett lemezeket, és én ott hallgattam az operákat, és énekelt. Hát én voltam vagy 8 éves. Egyébként ez a nagybátyám, hát ez egy csodálatos ember volt, úgy hívták, hogy Barna Dénes. És a nagynéném, a Veruska, az akkor 40 évesen, hát ő is rákbeteg lett, ez úgy látszik családi adottság volt, sok volt ott család. Előtte meghalt, még volt egy bátyjuk is ők hármuknak, az is rákba meghalt korán. És azt soha nem felejtem el, gyerekkoromban a Birkocsis utcában laktunk, 5. emeleten, és szóltak a szirénák, és le kellett menni az óvóhelyre, és a Dénes a vállán vitte le a Veruskát, mert már nem tudott mozogni akkor mindig, úgyhogy ez a számomra döbbenetes volt. Ja, ez a Dénes volt az, aki aztán élete kockáztatásával megmentette az én életemet. Tudjuk, ő hamis papírokkal a francia úton fönt egy kis üzemben volt valami, úgy tett, mintha ott iparos lenne, mert mindenféléhez értett, és oda kivitt magához, nekem is szerzett hamis papírokat, és szabályosan ő volt az, akitől át tudtam vészelni ezt a egész gyerekkor. A dologhoz hozzátartozik a szomorúhoz, hogy aztán 45 után újra megnősült, nagyon-nagyon szerettük egymást, de azt mondta, hogy elmegy a Kánaánba,
mert az a Kánaán, ahol a legmost aztán ott lesz a boldogság, és elment Erdélybe. És Kolozsváron volt tanácsadó az operánál, de hát azért jöttek ezek a szörnyű rendszerek Romániába. Rémes volt, úgyhogy egy idő után kivándorolt Izraelbe. Amikor is a Ceausescu rendszer eladta a zsidajait. Amikor is a Ceausescu rendszer eladta a zsidókat Izraelnek. Herzliába élt, és egyszerre csak kaptam egy értesítést, hogy meghalt. Na most életem egy nagyon szomorú dolog, hogy ezelőtt 30 évvel voltam életemben először Izraelbe, és az első dolgom volt, hogy elmenjek Herzliába, hogy hol van át, és nem találtam meg. Mert nem tudtam, hogy milyen névem, én csak a magyar nevét tudtam, és nem találtam ezt meg a sírját. Úgy segítünk megtalálni egyszer, hogyha kideríti, hogy mi volt az ő héber neve, mert a Hevrakadisánál... Nincs kivel kiderítenem, ez a probléma. Ha tudjuk, hogy mikor és hol született, akkor a Dohány utcai zsinagóga mellett van egy múzeum és egy levéltár, és a cím és a név szerint és a dátum szerint ki lehet deríteni. Hmm. Mert a budapesti anyakönyvek, ha Budapesten született, Úgy tudom, hogy Budapesten született, akkor azt mondom, hogy 1900-ban, azt is tudom. Azok csodálatos módon megmaradtak, és érdemes böngézni, dr. Toronyi Zsuzsát kell keresni. Akkor menjünk tovább. 1945-ön túl vagyunk, nagybácsi erdélyi Mekkát találja meg magának. Mi történik ott a önnel, hova iratják be iskolába? Túlélte a második világháborút? Túlélte a második világháborút, és ugye ott laktunk a Bélső utcában, és a elvégeztem akkor az általános elemi iskolának hívtak. Első négy osztályt. Hát mindig elmondom, az a maiaknak azért tudni kell, hogy az elemi iskolába így kellett ülni a padba. Hátra tett bal kéz, kis végig egész óra alatt. Csak ha az ember jelentkezett, akkor vehette le, és ide visszatette. Továbbá, abban az elemi iskolába minket levittek, ez a Rökszilárd utcában volt, közel a körúthoz, levittek minket a körútra, kaptunk egy-egy olasz zászlót, mert Csánógró Budapestre látogatott, és azt kellett lengetni, és mi olyan 7-8 éves gyerekek kiabáltuk, hogy Duce, Pace, Duce, vagyis a Duce a Mussolini, a Pace a béke, hogy szóval ezek ilyen idők voltak. Nem, mi aztán Gagarinnak integettünk. Na, de hát azt remélem, hogy azért ez visszajön. Hát a főispán is vissza, ezzel jön. Hát ez nagyon jó, a gyerekek így ülnek. Hát a gyerekek nem kukák, tehát így elfáradnak fizikailag. Igen. Meg a tanárok sem szegénykéim olyanok, hogy némán lehessen így ülni és figyelni. Mi történik az általános iskola figyelem, után? Aki rossz, azt megverem. És egy körmös kap. Mi történik az általános iskola után? Pályát kell választani. Hát utána az történt, hogy szerettem volna gimnáziumba menni. És apám mindenfelé próbálkozott, de akkor bizony nagyon nehéz volt bejutni, és nem lehetett sehova bejutni. És akkor a Dénesnek, ennek a kielme, a papája, az egy nyugalmazott iskolaigazgató volt. És úgy volt, képzeld el, hogy ő írta az első magyar játékkönyvet. Tehát játékokat ajánlott, amiket ő a gyerekeivel játszott, például a Dénesre. Tehát a Dénes a játékkönyvben benne volt, mint gyerek, aki játszik. És ez az igazgató, még ismertek kollégájaként egy másik öreg igazgatót, aki a mellettünk levő házba lakott a körúton. És hát megkereste, hogy hát nem segítene nekem valamelyik gimnáziumba bejutni, és akkor ez a derék volt igazgató, engem lehívott a Rákóczi térre, mert ott az a környéken. És ott a Rákóczi téren vizsgáztatott. Kérdezett, hogy elemi iskolai anyag volt, de a vége az volt, egy verset kellett elszavalnom. Na, summa-summarum, ő meg ismerte valahonnan a Madács gimnázium igazgatóját, ezek az igazgatói mafia, summa-summarum én bekerültem a Madács gimnáziumba. Úgyhogy
Ott végeztem az első két évet, amíg aztán a németek bevonultak március 19-én, a harmad év az kimaradt, mert akkor éppen a holokausztal voltam elfoglalva. De aztán visszakerültem harmad évbe a Madács gimnáziumba, és ott el is jutottam, akkor 8 osztályos volt a gimnázium, egészen a 6. osztályig, annak a végéig. Amikor is már nagy balhén voltak, mert hát ugye, hogy szerénykedjem, kérdeztél, hogy minek szólítsál, hát, de nem tudom, akkor excellenciás volt, mert én bizony a Madács gimnáziumban miniszterelnök helyettes voltam. Diákkormány volt. Szóval már akkor is szervezkedett. Tehát diákkormány volt, és én mondtam a miniszterelnök helyettes, hogy nem tudom, excellenciás jár, vagy mi jár erre, mint kegyelmes úr, vagy... Inkább excellenciás, nem a kegyelmes urak, úgyhogy, akik... De ebben a minőségemben nagyon összebalhéztem az osztályfőnökömmel. Mert szerveztem egy József Attila estet. És hát a magyar tanár kijelentette, hogy ez a József Attila, ez egy rohadt anarchista, bitang, hát ezek micsoda versek ezek, hogy nincsen apám se olyan, mint egy Horger Antal útása. És ezzel aztán nagyon összebalhéztunk egymással, és hát természetesen, mint a korban mindenki, aki magamfajta felszabadult, és látta, hogyan akarják elsumákolni az egész fasiszta múltat, és láttuk, hogy a kommunisták nem akarják, én persze nagyon kommunista voltam. Éhen haltunk volna tám, ha nem lett volna Vas Zoltán. Ezt kiabáltuk, a Vas volt a kommunista polgármester. Úgyhogy szörnyen összebalhéztam ott az idővel, és erről írtam egy színdarabot. És a színdarabot elvittem a Nemzeti Színházba. Elnézést kérek mindenkitől, aki ezt nézi, ezt már 50-szer elmondtam, de elmondom most 51-szer is. Hogy tanulják meg, én élvezettel hallgatom. Kérlek, a Nemzeti Színházba és letettem az igazgató titkárságára. Magyar Bálint volt akkor a titkárság vezető, ennek a Magyar Bálintnak az apja. Aki állítólag egy rendes ember volt. Egy hét múlva kaptam egy üzenetet, hogy a Major Tamás vár. Vemetősen, ezek ilyen idők voltak, és a Major Tamás fogadott engem, 6. gimnazistát, és azt mondta nekem, hogy hát ez a darab, ez egy kicsit még tejfölös, így mondta, hogy tejfölös, de indul most rendező szakaszínművészeti főiskolán, jelentkezzen oda. Hát mondom, még épp hátra van az érettségi két év, azt mondja, nem baj, ott majd szakérettségit tesz. Úgyhogy jelentkeztem a színművészeti főiskolába, ahol fölvettek. Szakérettségit sose tettem le, úgyhogy én vagyok az a magyar állampolgár, akinek van egy kitüntetéses diplomám, de érettségim nincs. 6. gimnázium után 17 éves kor, de mindenben a legfiatalabb voltam, aztán most meg mindenben a legöregebb. 17 éves koromban a színművészeti főiskola hallgatója voltam, 19 éves koromban a Magyar Állami Operaház ösztöndíjas rendezője, és 21 éves koromban főiskolai tanársegéd. És 22 éves koromban saját osztályom volt. Ha meg akarjuk számolni, hogy hány darabot rendezem? Én szervezettem a listát, most ősszel lesz, hát lehet, hogy az utolsó a Eiffel, az új opera izében, az lesz a 200. Az nem semmi. De abban van, de abban minden van, abban van televízió, szabadtér. 14 országban. Hányszor üldözték életében? Hát tulajdonképpen, amikor gyerek és szocializálódott, akkor ott közbe jött a fasizmus, ami gondolom mély nyomokat hagyott önbe, és természetesen, mert újból hagyták embernek lenni, tehát bejöttek a kommunisták az életébe, legalábbis az én családommal ezt úgy ismerem, hogy embernek tekintettek minket újból, hát ezért nem lehetett nem közéjük állni. De ezt mindenki oldja meg saját maga. De hát nekem az volt a szép, hogy én a főiskolán maga voltam a bolsevik, a gimnáziumban maga voltam a bolsevizmus, és bekerültem a baloldali főiskolára, ahol maga voltam a kispolgári szenny. Egyszer csak azon vettem észre magam, hogy hát mi... Jó, ez nagyon cikk, ezt hogy sikerült? Hát igen, én volt, mert azt mondták, hogy én folyton humorizálok, az pedig egy kispolgári dolog.
És én kigúnyoltam, meg viccet csináltam a Gábor Miklósból, aki akkor a Stalint játszotta a Felejthetetlen 19-ben, és úgy játszotta, hogy amit a filmeken látható volt, a Stalint utánozta abba, hogy minden mondata után a Stalin lassan mondott egy mondatot, és így csinált utána. Elvtársak, gondoljuk meg, az... És én ezt leutánoztam a fő, hát ez micsoda díszlet, följelentettek. Volt ellenem nagy fegyelmi, ki akartak zárni az ország összes főiskolájáról. Csupán ezért. Mert gúnytűzök a nagy Stalinból, és a, hogyne, hát a major, ott is a major mentett meg, aki talán azért, mert aképpen nem szerette a Gábor Miklós, azt mondta, hogy ripacskodásért nem lehet valakit elítélni. Azóta szeretem a ripacsokat, ezt meg is írtam. Úgyhogy én nekem az első két évben én maga voltam a polgári szemét. Segítsen nekem megérteni, mi adta az önbizalmat a három nővér, a nagybajusz állomásfőnök, a nagyon magyar ember, akin azért a fasizmus keresztül megy, a megmentett nagybácsi, akit a testvére hazahoz a katonaságból. Mi adta ezt a nagy önbizalmat? Mert itt önbizalomról van szó. Hát, vagy kisebbségérzete volt, amit úgy adott elő, hogy... Tényleg nem tudom. Nem tudom. Azt tudom mondani, hogy mindig nagyon hangsúlyozok, hogy én nagyon elégedett vagyok az életemmel. Nagyon abszolút, ami történt, az nagyon jónak tartom. És ebben két dolog van, ami nagyon fontos. Az egyik, hogy nagyon nagy szerencsém volt. Sokszor voltam jó pillanatban, jó helyen. A másik, hogy nagyon sok embernek köszönhetek nagyon sok mindent. Akkor nézzük a sok jó embert. Hol éri az első szerelem? Hát az első szerelem az a főiskolán ért. Hogy lett vége? Hát nem reménytelen volt, mert nem volt olyan igazi, szóval nem bizonozta. Hát meghalt már régen. Elmondhatom, és szinte hihetetlen, mert hát ugye a közönség, mint öreg izét ismeri. Maga idejében tüneményes volt, a Horváth Teribe voltam szerelmes, aki akkor egy évvel fölöttem járt. De egyáltalán én azzal az egész társasággal nagyon jóban voltam, szóval az úgynevezett népből jött. Szóval a Szirites Ádám nagyon jó barátom volt, a Sós Imre testvéri haverom volt. Világ életemben rettenetesen utáltam a népies cheket, és borzasztó jóban voltam mindig minden valódi népi emberrel. Mennyire érezte akkor magát zsidónak? Ez egy hülye kérdés, tudom, mert abban az időben ez nem volt fontos, hát, már, nem, nem volt ki zsidó, vagy fontos, ki nem, nem volt, de aki az volt, az tudta, hogy az. Igen, de hát én nem, minden a családunk nem volt vallásos, anyám valamit csinált péntek esténként. A apai nagyapámnál még volt szédereste, ott még ott volt, az még volt, de aztán később a dolog megkopott, és hát nézze, megmondom egész őszintén, aztán a gimnázium években én ettől nagyon... Félretette. Nem tettem félre, rossz én, szóval hogyan mondjam, például hát, hogy bevagy, nekem nincs bármit szóm. Egyszerűen azért, mert annyi pénzt kért érte a... engem tanító, akkori vallás tanár, és ezért, hogy hát egyszer nem is volt, meg fel is voltam áborodva. Az volt az. Jó, ha rám hallgat, mielőtt meghalna, amire bízunk, mert hogy van még idő, azért csinál gyorsan egy bármicvót. Jó. Erről a buliról nem lehet lemaradni, ez egy nagyon jó dolog. Igen, de ott azért volt, hogy az osztályban nem voltam egyedül ebben. Ez volt, hogy mondjam, mindennek, a világon, nekem ez egy alapállásom, nincsen olyan jelenség, aminek ne lenne két oldala. Én mindig ezt megírtam könyvemben is, ez a reklámhelye a 88-ban, vagy a 88 és félben, hogy az élet lényege az arány. Tehát mindenben, ami jó, van valami rossz. Az a lényeg, hogy mi az arány. Hogy a jó 80% vagy 20%. Mindenben ez a lényeg számomra. Igen, de most ez van a bármicóval is. De egy bármicó, azért tegyük a dolgokat a helyére.
egy szegény rabbi, aki tanít egy gyereket, egy szegény gyereket, annak egy micva kéne legyen, nem, hogy fölkész. Nem volt. Egy nagyon gazdag rabbi volt, akinek a gyerekeinek ruhaüzlete volt Pesten. Egyáltalán. És az osztályban többen nem van, mert azt mondja, az volt a, hogy hívják, azt mondta, az volt róla a paródia, hogy a bariték. Kérek egy baritékot majd mindig, és hogy mondjam, ez volt a dolog rossz. Ez volt a dolog rossz. Szóval még azt is mondta, mert ő volt a hittantanár, hogy hát kimegyünk majd Izraelbe, ti véditek a hazát, én meg csomagolom a narancsot. Ez érdekes felfogás volt. Szóval hogy mondjam, minden a világnak nincs olyan jelensége, ami teljesen egynemű lenne szerintem. Az világos. Csak mindig az arány számít, hogy... Hogy 80 vagy 20. Úgyhogy nekem ez valahol kimarad, de egy kicsit úgy voltam akkor is vele, ami a klasszikus volt, egy nagy szovjet író, az Ilja Ehrenburg, aki azt mondta, hogy ő zsidó volt. Azt mondta, hogy Ennek ellenére egy ragyogó író volt. Ragyogó író volt, és azt mondta, hogy szerintem. Én nem érzem magamat különösebben zsidónak, de amint egy antiszemita megjelenik, rögtön zsidónak vallom magam. Na, én is így voltam vele mindig. Amint megéreztem, vagy megérzem a nyilas szagot, abban a pillanatban zsidó vagyok. Hányszor volt veszélybe az élete, a fasizmus leszámítva? Tehát a major megmentette, mert azt mondta, hogy ripadságért nem rugunk ki gyereket. Hát azért igazán veszélybe az életem nem volt. Soha nem akarták megfúrni, nem akarták elgáncsolni. Hát az nem az élet, hát rengeteg. Tehát erre a lányom mondta egyszer, hát sokszor megfúrták. Hát mondta, hogy én 13-szor kerültem, összeszámoltam életembe a padlóra, de minden 13-szor felálltam. Mert a genetikája jó volt, és élni akart. Hol és mikor ismeri meg? Meg nem csak ezért, amit én nagyon fontosnak tartok hangsúlyozni a mai világban. Azért, mert mindig voltak, akik segítenek. Szóval ez a sok úgynevezett self-made man, aki azt hazudja, hogy ő minden csak maga, ez olyan nem igaz. Nincs. Mindig van valaki, aki a legjobb időben jön és segít felállni. Igen. Mindig van egy szerencse, amikor az ember egyszer éhesen lefekszik, aztán másnap már jön valaki, hogy jó, kipróbáltad, hogy milyen éhesen lefeküdni, de van hát lefeküdni éhesen. De hát én, hogy mondjam, ebben most már életem vége felé igazán elmondhatom, hogy én ebben is hiszek, hogy én elhiszem, hogy az édesanyám segít, meg elhiszem, hogy vannak, akik a túlvilágos. Fenti kávéházból mindent figyelnek, monitorozzák az eseményeket. Azt mondja el nekem, hol és mikor ismeri meg gyermekének édesanyját? Melyiknek? Hát még nem mondta el, hogy hány gyermeke van. Kettő gyermekem van, egy fiam meg egy lányom. Kérem szépen, én háromszor nősültem, három feleségem volt, és szoktam volt mondani, hogy ha újra lenne, újra elvenném őket, és újra elválnék tőlük. És ez az is... Ez ennyire is jó egy, volt? Én nagyon szerettem mindegyiket, és egy ponton mindegyik azt mondja, akkor ennyi. Nagyon. A mostanival azzal édes tova 52 éve vagyok együtt, úgyhogy... Akkor elég kitart. Megszokta? Ez már huzamosabb történet. Tehát van egy fia és egy lánya, ő belőlük mi lett? Csináljuk úgy, mintha nem tudnak. Igen, hát a lányom elég közismert színésztő, énekes. Ő neki nehéz lehet az apja miatt, nem? Nehéz volt, mert hát eleinte, és nagyon vigyáztunk arra, hát képzelj el, az idén felkértek egy olyan érdekes dologot, Szentendrén egy kávéházban megrendeztem a Karinthy Ferenc Dunakanyarját. És azt a lányom játszotta és a férje. Na most a lányom édes tovább már 30 éve van a pályán, és ez volt az első alkalom, hogy én rendeztem. Egyszerűen ő nem volt hajlandó olyanba játszani, szóval nálunk soha nem volt ez a családi szereposztály. Na ezek és akkor volt... mégis miért? Tessék? Akkor hogy belement mégis? Most már az van, hogy ültem a fogorvosnál, és szembe ült egy hölgy,
a gyerekkel, és rám mutatott, hogy nem ismered meg a bácsit. Hát ő a Szinetár Dóra édesapja. Úgyhogy... Igen, így egyszerű. Nekem is szokták mondani, hogy ez a Nóminak, vagy az Ádámnak, vagy valamelyiknek a papája. És a fia mivel foglalkozik? Mert róla nem igazán szokott beszélni. A fiam az én pályámat akarta folytatni. Bocsánat, kérek, elzárom a telefonomat, mert... Század betegség. Elzárom, mert folyton szól. Igen, pillanat. Elzárom, mert muszáj, mert... Igen, majd kivágod ezt, gondolom, az adásból. De ez hát... az egyetlen televízió Magyarországon, ahol semmit nem vágunk ki. Hát akkor pláne érdek, akkor vége van egy olyan vendéged, aki nem zárta el rendesen a telefonját. Ez előfordul. Én voltam a hibás, mert nem szóltam, én meg utálok szólni valakinek, hogy zárja a telefon. De ez valami nagyon fontos lehet, mert visszatér. Szépen nyugodtan, időnk van. Talán mondja azt, hogy neki, hogy haló, itt vagyok, de most majd később beszélek. Na jó. Szóval, a fiamról kérdeztél. A fiam az én nyomdokaimat akarta volt követni, és kikerült Moszkvába, ahol is elvégezte a kinti rendező szakot. És miért pont Moszkvába? Hát, mert akkor ott az volt. Az én fiam Kínában végzett, de nem rendezői mert szakott. Két lehetőség volt, vagy Budapesten, de én Budapesten egy jelentős tanár voltam, és nem akartuk, hogy ott tanuljon, ahol. Szóval én egész életemben nagyon vigyáztam arra, hogy ezek a csak... Hát a televízió voltam 28 évig, ez alatt a 28 év előtt a feleségemet én kettőször rendeztem. Szóval én mindig erre nagyon vigyázom. Mi gonosz ember. Na, akkor nézzük, és mi történik Moszkvába? Megtudom, elvégezte, jó, ide hazajött, és ide-haza csinált három filmet, mind a három film sikeres volt, szerették a színészek, szerették. Mondjuk már el a nézőknek, hogy mi az a film, amit a Szinetár gyerek csinált. Kérem szépen, Kaland az élet volt az egyik, az sikeres, a másik kettőnek most a nevére hirtelen. Nem jut eszembe, de a Kaland az élet az nagyon sikeres, hogy majd jött a rendszerváltás. És hát a fene tudja, jött egy olyan korszak, amikor a magyar televízióban ahhoz, hogy valaki, mert ő a televíziós filmek, ahhoz, hogy valaki filmet csináljon, ahhoz hát 30%-ba kellett a filmhez szükséges meg, ez meg az 70%-ba, hogy megszerezze a pénzt hozzá. És ezt nem tanították meg Moszkvában, hogy kell csinálni. Akkor ezt egy kicsit abba hagyta, és elkezdett promókat gyártani. Ami azt jelenti, hogy az előzeteseket az HBO-nál kezdett, és ott nagyon jól keresett, mint promógyártó. Annyira jól keresett, hogy a szenvedélyének áldozhatott, hogy kijárt Tajföldre. És egy idő után annyi pénze volt, és ott olcsók voltak a lakásának, hogy vett két lakást. Majd 50 valahány éves korában, akkor már a televíziónál csinált promókat. Azt mondta, hogy ennyi. Kiköltözött Tajföldre, ott ő él a saját lakásában, és vendégeknek adja ki a másik lakást, és ebből nagyon jól megvan. És hol vannak az unokák? Akkor nincsen. Unokák csak a lányomtól vannak, az háromban. És mikor járt utoljára Tajföldön? Hát, 4 éve talán, igen. 3 éve, 4 éve. És azóta nem látta a fiát? Tessék? És azóta nem látta a gyereket? Hát ő minden nyáron hazajön. Minden nyáron 3 hónapot itthon tölt. Na, akkor menjünk tovább. Van egy nagyon jól sikerült feleség, 2 nagyon jól sikerült gyerek, és 2 leváltott feleség, akikkel újra kezdené, hogy meglegyen a folytatás. Nagyon. Ők még itt vannak velünk, vagy ők is már a fenti tábjában? Nem, az első meghalt. Egy nagyszerű, édes, kedves cigánylány volt. Azért én nagyon érzékeny vagyok, amikor a cigányokat bántják. Mert én nem szeretem, hogyha bántják, senkit nem szeretem, de amikor a cigányokat bántják, akkor mindig az jut eszembe, hogy mindjárt engem fognak. Tehát... Persze, az is, de különösen nagyon elkötelezett vagyok. Rokonságomban volt a Babos Gyuszi, ez a nagyszerű művész.
A második feleségem az megvan még, ő egy pszichológus, nagyon értelmes, okos, tehetséges ember. A gyerekei jobban vannak vele? Apuka volt feleségével? Már melyik gyerekeim? Hát a lánya és a fia. Hát a fiam az jobb, az abszolút tartja, abszolút szereti az anyját, hát persze. Hát így most? Nem nagyon ismer. De a gyerekek jóban vannak. A gyerekek nagyon jóban vannak. Na most azt mesélj el nekem, hogy milyen egy életen keresztül talpra esetnek és jól sikerültnek lenni? Jaj, nem tudom. Hát ezt azt mondja meg, aki kívülről látja, hát én nem tudom. Hát nagyon jól éreztem magam a bőrömbe általában. Egy nagyon fontos. Arra mindig törekedtem. Két dologra mindig törekedtem. Az egyik nagyon fontos volt, hogy én jól érezzem magam. De legalább ilyen fontos volt, hogy akikkel együtt élek, akár munkába, akár munkahelyen, akár azok is jól érezzék magukat. Azt mondták az operában egyszer, hogy hát én nem egy vendéglő, hogy mindegy. Mondtam, de igen. Egy kicsit úgy kuttogtam, hogy ki is az én vendégem mára. Hát eléggé el kellett menjek egész nyugdíjas otthonig, mert ugye a volt kollégái azok már nem mint parkettáncosak, valamelyik körül, hogy még él meg, hogy mozog, de van nekem két kolléganőm is, akiknél már vendégeskedett is itt a televízióba, akik nem szoktak imádattal beszélni úgy általában senkiről, de önről, mint az Istenről. Mondtam, hogy azért gyerekek lassabban. Kicsit utána jártam, és azt mondják, hogy mindenkinek segített. Ez egy ilyen belülről jött, vagy az arra gondolt, hogy ha a kollégáim sikeresek, akkor én sikeres vagyok. Tehát hogy megy ez? Egyik se. A dolog az egy nagyon önző dolog. Én azért segítek, és mindenkinek segítek, mert én jól érzem magam, ha másnak segíthetek. Nekem az egy jó érzés. Amikor mi közelebbről megismertük egymást, én ott mindig elsántikálok az operába egy-egy premierre, ön szépen ott ül a saját kis páholyába, és onnét figyeli, és még egy rohadt rossz kritikát nem hallottam önről. Volt egy nagy kritikus, akivel én gyermekkoromban ismerkedtem meg, és amikor visszatértem 30 éves keleti szocializálódásomról, akkor megint nagyon jó barátság voltunk, és azt mondta, hogy Péter, csinálok belőled egy kultúrlényt, elviszlek mindenhova, akkor már a kulturális miniszternek voltam a tanácsadója, de ő úgy döntött, sajnos ő is már a fenti kávéházban, hogy egy nagyon jó kritikus volt, és azt mondta, hogy neked az operát meg kell szeretned, te leragadtál a gyerekkori opera élményeidnél, jössz velem. Csak volt neki egy feltétele, hogy minden alkalommal, mielőtt elmentünk az operába, a kezembe nyomta az operakalauzt, ha abban nem volt benne az operák könyvével, akkor kerített egy régi kiadást, és ha meg sehol nem volt benne, akkor előre elmondta. Így aztán nagyon könnyű volt élvezni, mert nem kellett leragadnom, valahol tudtam, és ahol meg sántikált a dolga, egy kicsit úgy jobbnak gondoltam, hogy majd mást kéne csinálni. Őneki volt véleménye, de érdekes, a kemény véleménye akkor sem rondított bele. És kérdeztem tőle többször, hogy ott ül ez az úriember, aki az Úristen földi helytartója az ilyen izékben, és mindig csak mosolyog, soha nem dühöng. Hogy lehet egy volt főigazgatónak, egy rendezőnek, egy alkotó embernek soha nem dühöngeni? Mindig ott nyugodtan ült a páholyba, nyugalomat megőrizve. Előtte bevette egy nyugtatót, vagy nem, hogy? Nem. Vagy arra gondolt, hogy mennyi munka van ebbe akkor is, hogyha esetleg nem sikerült? Nem, az igazság az, hogy rengeteget éltem proli házakban gyerekkoromban, ahol rengeteg volt az úgynevezett veszekedés, és egy életre úgy meggyűlöltem a veszekedést. Szóval egyszerűen az nekem csalánkiütésem van azoktól az emberektől, akik szeretik a konfliktust. Félreértés ne essék. A konfliktusból mindig egész életemben belementem, ha tényleges tétje volt. Ha valamiért tényleg a dolog szó, akkor legyen konfliktus. De csak önmagába azért,
Azt mindig utáltam és lelkültem. Egyébként már főigazgató koromban ültem ott abban a páholyban, azt mondta, hogy azért szeretem, mert ugye így ül a páholyban, ott a színpad, itt a nézőtér. És az egyik fülem a színpadomban, milyen az előadás. A másik füle van a nézőtérem, hogy mit szólnak hozzá. Kedves nézőim, most szakítom meg a főigazgató urat, ezt én kiszúrtam 10x évvel ezelőtt. Mondtam, hogy te figyú, a főigazgató bandzsa vagy mi van? Félig így tartja a fejét, és így, és a fülével és a szemével, mondta, figyel. Igen, tudnék, szerintem egy vezetőnek, ez a dolga. Bárhol a vezetőnek két borzasztó tévedése lehet. Az egyik, hogy csak a színpadra figyel, azaz a művészi színvonalra, azaz a teljesítményre, és nem veszi tekintetbe, ez a politikára is igaz, hogy mit szólnak hozzá. A másik legalább olyan rémes, amelyik csak arra figyel, hogy mit szólnak hozzá. És nem törődik, ezt a kettőt, így megint az arányok. A 45 percből hátra van 4 perc és 15 másodpercünk, és még mindig nem tudja a néző, hogy valaha érdekelte a politika, valaha akarta érvényesülni máshol, mint a színház, mint a szórakoztatás. A politika mindig nagyon érdekelt, a magyar politika is, a világpolitika is, és soha nem voltam politikai szereplő vagy tényező, soha mindig kívülről érdekelt. Kívülről nagyon érdekelt, hogy mondjam, hát most leszólom magam, milyen futballdrukkerként, akinek semmi felelőssége nincs időnként, legrosszabb esetben bedobja a sörös palaszkot a pályára, de nem effektív gyakorlatban nem vállaltam soha semmilyen. Mennyiszer szokta megváltoztatni a döntéseit, és most leleplezem, amikor azt mondta az Erkel Színházra, hogy ez menthetetlen, utána viszont részt vett a megmentésébe. Hogy történt ez? Erre véletlenül emlékszem. Én erre nem emlékszem, hogy azt mondtam, hogy menthetetlen, én annyira mindig megmenteni akartam. Ezt akkoriban úgy állt, hogy nagyon sokba került volna. Nem, de ez nem az én álláspontom. Én harcoltam, akkor ez egy félreértés. Az Erkel Színház az mindig azt mondta nekem egyszer egy kormány, hogy úgy kell reformot csinálni, hogy beszüntetik az Erkel Színházat, és abból rehabilitálják az operát pénzügyileg. Én ezzel elkezdtem harcolni, erre az akkori minisztérium beperelt. Beperelt, tudnélik, én azért tudtam harcolni, mert az opera tulajdona volt, és az elkezdtem. Akkor most már értem, hogy van egy van azért. És ők azt perelték, hogy kerüljön a minisztériumot, majd feladták a pert. Annyira, hogy a mai napig őrzöm, hogy az Erkel Színház műszakától én kaptam egy plecs, egy ilyen nagy domborművet, amire az van ráírva, hogy az Erkel Színházért. Szóval Krasznai János nevű kitűnő ügyelő és képzőművész csinálta, nagyon büszke. Szóval ez egy téved. Ezt jó, hogy helyére tettük. Viszont van, hát hadd dicsérjem magamat, egy nagyon jó tulajdonságom, amit mindig annyira szeretnék a politikusoktól, hogy mindenkitől látni, hogy rengeteg szerrendezés közben azt mondom, hogy te, amit tegnap mondtam, egy hülyeség. Nem, az nem kell. Egyszerűen az egy alap dolog a véleményedben, hogy az ember tudja azt mondani, hogy ez egy tévedés volt. Ez nem. Megint az arányok. Ha amit mondanak, a 80%-a tévedés, akkor menjen a felébe. De ha 20%-a tévedés, akkor igenis mondja meg, vallja be, bátran, nem kell ebből ügyet csinálni. Átírom a telefonkönyvembe a nevét, az arányok emberének fogom bejegyezni mostantól fogva. Hátra van még 1 perc és 13 másodpercünk, és most kéne, hogy jöjjön a happy end. Nézzen Jákovnak a szemébe, ő a robotkameránk, mert én viszont egy ilyen hebrencs, mindenfélébe belekapott szállodaigazgató, egyetemi tanár, óraadó tanár, riporter, televíziós, politika, szóval mindenből, de egy dologra vagyok allergiásak. Imádom az operatőröket, de nem bírom, amikor SMS-t írnak, miközben dolgoznak, nem bírom, amikor susognak, mutogatnak egymásnak, vagy éppen kajcsiznak, ezért aztán nálam minden kamera, robotkamera. Illetve nem igazából robot, mert az irányítóból irányítja egy úri ember. Tehát akkor nézzen Jákovnak a szemébe, ő Jákov, mert mindenkinek neve is van, és mondjon
pár olyan mondatot, amit soha a büdös életbe ember el nem felejt, mert ez a felvétel, amiben én a keleténél szokás szerint túl sokat beszéltem, és nem minden sikerült, ha már legalább 15 pontot sikerült úgy kibányásznom, ami úgy megmarad az örökké valóságnak, majd biztos valamelyik firkász le is fogja írni. Mondjon egy pár olyan mondatot, amit kíván a nézőknek a hosszú életen és az arányosságon kívül, meg hogy merjék bevallani a zsidók, ne szégyeljék a cigányok. Vannak ilyen nagyon alapelveim. Az első alapelvem az, hogy mindenki bátran akarja magát jól érezni, és arra törekedjen, hogy akikkel együtt van munkahelyen, és azok is jól érezzék magukat. Második, ami nagyon fontos, amire mindig igyekeztem, az ember ahol tud használjon, de ami még fontosabb, ha lehetne ártson. Ez egy nagyon fontos dolog. És a harmadik, hogy tudjon a dolgoknak örülni. Szóval én például most utolsó két hétben is egyebet sem teszek, mint járom az utcán, és azt mondom, Istenem, de szép most minden, hogy ilyen zöld. Mi augusztusra ez hogy le fog száradni, hogy most milyen gyönyörű. A dolgoknak örülni kell. Meleg van, megiszom egy pohár vizet. Azért nagyon fontos, hogy egy emberben legyen örömkészség. Kérem szépen, el voltunk feleségemmel egy nagyon szép külföldi úton, Iszkiába, csoporttal. És volt két ember, egy öreg házaspár, akinek semmi nem volt jó. És ezek olyan szerencsétlenek voltak. Mi el voltunk mindentől ragadtatva, nekik semmi nem tetszett. Én tudom, hogy ez alkati, meg sors, meg izé, minden. Én egyet tudok mindenkinek tanácsolni, tudjon örülni a dolgoknak, a legkisebbeknek is. Én már is megfogadtam a tanácsát, én minden reggel örülök, amikor felkelek, minden reggel előre elgondolom, hogy hogy is fogom szólítani a nézőimet, hogy büntetem őket azzal, hogy megint sikerült felébrednem. Kora hajnali 2 órakor én örültem, hogy itt volt. Én meg vagyok győződve róla, hogy a Heti TV nézői is örültek, hogy itt voltak. Egy igaz embert látták, úgyhogy az arányosság mellé zárójelbe odaírjuk azt is, hogy igaz ember, és még sokáig örüljön mindennek, aminek csak lehet örülni. Kedves nézőim, megpróbáltam önöknek bemutatni egy önök által ismert igaz embert, aki erre a világra született, és mindig az volt előtte, hogy elmondhassa a véleményét, gondolom én, ő nem biztos, hogy így látja, és közben jól is érezze magát. Sokat dolgozott azért, hogy önök szeressék őt, ez így jött neki. Legalábbis a darabokat, amiket gyártott, azt a 200 rendezést, azt a sok-sok mindent, és azt a sok-sok embert, akit megpróbált boldoggá tenni, és gondoskodott arról, hogy a munkájukon is jól érezzék magukat. Bízom benne, hogy önöknek is sikerül ma este is jól érezni magukat, és alig várják, hogy még valamit mutassunk Szinetár Miklóstól. Breuer Péter voltam, és holnap reggel találkozunk. Addig is nyugodalmas új éjszakát, és aki nem tud aludni, az hangosítsa fel a készüléket, hogy a szomszéd is tudja azt, hogy van egy olyan, hogy Heti TV, ami azért van, hogy önök soha, de soha ne legyenek egyedül, kivéve Jom Kipurkor. Akkor viszont nem létező adás van, a készülékeket bekapcsolhatják, majd egy monoszkópot adunk, és ha Isten ments valami baj van, akkor megszólalunk. A holnapi megszólalásig további jó pihenést, a viszontlátásra. Köszönöm, hogy ránk szóltatok. Thank you.